Sziasztok! Ez most egyértelműen nem recept videó lesz, hanem a egyik legfontosabb, szerintem az egyik legfontosabb konyhatechnológiai műveletről beszélnék egy pár mondatot. Ezt úgy hívják, ugye, hogy szakaszos párolás. Ezt a pörköltek készítésénél használjuk. Most itt épp csinálok itt a kis tarhonyával marha pörköltet, ezt egy kiló húsból csináltam. És ahhoz, hogy jó ízű, tényleg pörköltnek nevezhető, sűrű, jó, szaftos kaját csináljatok, az kettő dolog kell. Az egyik, ezt is sokszor elmondtam, hogy ha van egy ekkora kupac összevágott húsotok, akkor kell egy ekkora kupac összevágott hagyma. Tehát ebben három fej hagyma van beletéve az egy kiló marhahúshoz. És nézzétek meg, hogy most már szinte nincs egy dekalése rajta. Ez a szakaszos párolás vége. Tehát ide kell mindig eljutni. Tehát amikor megcsináltátok a pörkölt alapot, be van ízesítve, ebben már minden benne van, ami kell, akkor mindig annyira le kell párolni. Egyszer megcsináltam, most mivel marhahús, ugye ez tovább fő, utána tettem rá fedőt, és akkor majdnem puhára pároltam, és utána legalább háromszor ennyire visszapirítom. Ennek két szempontja van. Nézzétek meg, hogy itt van ugye ez a krémszerű valami a fakanálon. Ezt most felöntöm annyi meleg vízzel, hogy épp hogy ellepje, és akkor most fogjátok meglátni, amiről beszélek. Nézzétek meg. Ugye úgy tűnt, mintha semmi szaft nem lett volna rajta, hoppá. És ezt nézzétek meg, milyen, mennyi és milyen sűrűségű szaftom lesz. Ezt úgy kell elképzelni, tehát azért fontos, azon kívül egy pörköltnek hívják, azért pörkölt, mert le kell pirítani. Tehát akkor adsz plusz ízanyagot az ételnek. Kettő, ugye a hagyma mennyiséget azt már tényleg mondtam sokszor. Három, hogy amikor lepirul, és ugye, hogy nehogy leégjen, kavargatjátok, ugye a hagymát, ami szét van főve, azt úgy, mintha egy risottó lenne tulajdonképpen az ember, szétkeni, szétkeveri a pörköltben. És ezáltal nem az lesz, tehát van, aki csinál nagyon, tehát mindent beletesz mondjuk, mint én, de az én pörköltemet, meg az ő pörköltjét, hogyha egymás mellé kitennétek, erre ránézésre elájulnának, arra meg látnák, hogy tele van mindennel, de lenne egy híglében úszó paprika, paradicsom, hagyma, mert egész egyszerűen, hogyha ezt a lépést kihagyja az ember, akkor én is valamikor sietek, és akkor megkamuzom, hogy lepirítom a húst külön, meg párolom, meg ezért, de ha van időm, csak és kizárólag a teljesen klasszikus módon, de még tudnék hozzáönteni vizet. És látjátok, és úgy nézett ki, mintha egy full száraz valami lett volna, és nézzétek meg, és hogy milyen sűrű szaftja van, látjátok? Tehát egész egyszerűen, és ezt most még egyszer, ez teljesen biztos, hogy vissza fogom így pirítani, tehát ezzel most semmi dolgom nincsen, ezt szépen hagyom itt főni, mert ezt nem szoktam tenni, hagyom itt főni, és ahogy látom, hogy kezd eltűnni a lé, gyakrabban megkeverem, teljesen ezáltal szét fogom a hagymát kenni benne, és ez a háromfej hagyma, az tulajdonképpen egy hagyma krémmé válik benne, és így lesz egy nagyon-nagyon finom, nagyon jó, nagyon sűrű, és lepörkölt, tehát, hogy addig szinte, míg a húson már nem látszik, hogy kezd megpirulni, addig vissza kell mindig pirítani a szaftot. Ezt minimum háromszor meg kell tenni. Tehát az elején, ugye, amikor megcsináljátok, hogy hagymapirít, hús, izé, lepirít, jó, befűszerez felön, akkor egyszer minimum visszapirítod, akkor, hogyha marhahús, akkor lehet sertéshúsból nem kell, mert az megfő, mire háromszor, négyszer lepirítja az ember, de marhahúsból akkor lehet egy órát mondjuk fedő alatt párolni, és akkor leveszed a fedőt, és még minimum kétszer, de inkább háromszor így pirítsátok vissza. Próbáljátok ki, hogy ahogy eddig csináltátok, ha nem így csináltátok, hogyha ezt az egy dolgot megcsináljátok, hogy teljesen lepirul, vigyázni kell, ha nem ilyen csapadásmentes serpenyő, nehogy leégjen, tehát ilyen acélba is lehet, de ott kell állni a végén mellette tényleg, amikor már eltűnt minden víz, akkor így felöntöd, és nézzétek meg, hogy milyen szart van. Tehát én azt mondom, hogy nem lehet más módon ennél finomabb, jobb pörköltet készíteni, jó? Erre azért csináltam most egy külön videót, mert szerintem az egyik legfontosabb ilyen konyhatechnológiai dolog, és nagyon nem ismerik az emberek. Mondom, én ha másról vendégségbe eszek pörköltet, nagyon finom, gazdagon van benne minden, jól meg van csinálva, de nincs egy ilyen sűrű, bugyogos, Isten király császár szaftja, jó? Úgyhogy hallgassatok rám, szakaszos párolás, na! Mindenki, hát most ugye recept nincs, de azért jó étvágyat hozzá, csináltok egy ilyet, hogy legközelebb próbáljátok ki ezzel a technikával. Úgyhogy mindenkinek továbbra is jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!